Budapesten találkozik ma Orbán Viktor miniszterelnökkel Manfred Weber, az Európai Néppárt frakció vezetője. A Fidesz európai néppárti tagsága lesz a téma. Brüsszeli politikusok egy része ugyanis a plakátkampány leállítását követelte, és azt, hogy a Fideszt zárják ki. Manfred Weber azt mondta korábban, hogy a konfliktus nem a kelet vagy a nyugat közti ellentétről, és nem is a bevándorlás ügyéről szól, hanem arról, hogy milyen értékek határozzák meg az EPP-t és az EU-t. Orbán Viktor pénteken a Kossuth Rádióban megerősítette, hogy a Fidesz helye a néppártban van. Azt mondta a miniszterelnök, az a szándéka, hogy átalakítsa a néppártot úgy, hogy hely legyen benne a bevándorlás ellenes erőknek is. Jön az elemzés, Tita Lilla. Törcsi Péter, az Alapjogért Központ kutatási igazgatója vendégem. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Itt Manfred Weber nyilatkozatait, ha megnézzük, eleinte voltak kicsit keményebb megfogalmazások, aztán voltak szelidebb mondatok is, és ugye ő mondta azt, hogy eljön ide Budapestre. Mire lehet számítani, békülni jön? Egyre többen mondják azt, hogy békülni jön Manfred Weber, mert hogy szüksége van a néppártnak a Fideszre, hiszen 10%-ot veszítene például a helyekből, ha kilépne a magyar kormánypárt. Maga az a tény, hogy nem a magyar miniszterelnököt, aki egyben a Fidesz elnöke kérte meg, hogy menjen el hozzá Münchenbe, ugye a CSU-nak a fővárosába, hiszen a CSU-s politikus, bajor politikus, vagy Brüsszelbe, ugye, ami az Európai Uniónak a központja, mert abból arra lehet következtetni, hogy valamiféle engedményt szeretne tenni Weber a Fidesz felé, pontosan azok miatt, az igaztalan nyilatkozatok miatt, amit az elmúlt hetekben, hónapokban hallani lehetett tőle. Ez az egyik oka, én azt gondolom, hogy beismeri Weber ezzel a lépéssel, hogy talán túllőtt a célon, hiszen a CSU és a bajorok azok a magyar kormánypártoknak jó barátja és megbízható szövetségesei, nem csak az Európai Néppárton belül, hanem a két oldalú kapcsolata is nagyon jók a bajoroknak és a magyaroknak, ez az egyik oka. A másik oka meg azt gondolom, hogy az, hogy tulajdonképpen, hogyha leegyszerűsítjük a kérdést, akkor Manfred Weber elkezdett matekozni. Hát kiszámolta azt, hogy nagyon-nagyon sokat veszítettek a nagy múlttal és nagy népességgel rendelkező tagállamok konzervatív kereszténydemokrata pártjai a népszerűségükből, Spanyolországban, Franciaországban, de még Németországban is, és azt lehet látni a különböző közvéleménykutatási adatoktól, hogy míg a korábbi európai parlamenti választások során a néppárt az egyértelmű első helyezett volt a választásokon, és mindig vezette a népszerűségi listákat, több tíz, akár 30-40 mandátummal többet tudott szerezni a második helyzet szocialistáknál. Most azt lehet látni, hogy ez a küzdelem kiegyenlített nagyjából, a szocialisták és a néppárt is ugyanott áll, és mind a két pártnak csökkent a népszerűsége, és az establishmenten kívüli, a fősodoron kívüli politikai erők, bevándorlás ellenes pártok, illetve az alternatív zöld és baloldali pártok erősödtek meg, és pontosan ezért nagy szüksége van Manfred Webernek arra, hogy a Fidesz és a KDNP az Európai Néppárt sorai között maradjon annak érdekében, hogy egy európai parlamenti választást követően a néppárt meg tudja őrizni ezt a, még ha csak szűk, de mégiscsak az elsőséget meg tudja őrizni, akkor ugye a szokások szerint a legerősebb frakcióval rendelkező európai ernyőszervezetnek a csúcsjelöltjét jelölik bizottsági elnöknek, és ugye szintén a szokások szerint azt a csúcsjelöltet, azt a spitzenkandidátot választják meg az európai parlamenti képviselők, akik a győztes pártnak az élén álltak, és ugye ehhez szükség lehet a legtöbb számítás és várakozás szerint a Fideszre is. Kár lenne még a választások előtt ezt a kapcsolatot megszakítani, csak azért, mert bizonyos liberális szárnya és bizonyos liberális európai parlamenti pártok a bevándorlásban érdekeltek, és ugye itt a konfliktus itt húzódik meg, hogy a bevándorlás ellenes közép-európaiak élükön a Fidesszel és a KDNP-vel nem szimpatikusak az EPP liberális szárnyának, tehát itt van a konfliktusnak a gyökere. Egy másik téma összefügg egyébként ezzel, ugye múlt héten került az M1 birtokába az a dokumentum, az Európai Bizottság jogi szolgálata készített egy állásfoglalást az ENSZ migrációs csomagjáról, és ezzel kapcsolatban, hát amelyből ugye kiderül, hogy itt jogi következményei lehetnek a tagállamokra nézve ennek a csomagnak, annak ellenére, hogy ugye 9 tagállam ezt nem szavazta meg, köztük Magyarország. Szijjártó Péter külügyminiszter ezzel kapcsolatban kezdeményezte, hogy az uniós külügyminiszterek jöveti tanácskozásán tárgyaljanak ezekről, úgymond a bizottság titkos terveiről, és a bizottság hát terítse ki alapjait, ezt szeretné Magyarország. Itt
Milyen kötelezettség terhelni a bizottságot ezzel kapcsolatban? Kötelessége lenne arról tájékoztatni a tagországok képviselőit, hogy milyen elképzelései vannak? Ugye itt a jogi szolgálatnak a jelentése az egy szűk körben köröztetett dokumentum egyelőre. Önmagában a fejlemény az nem meglepő. Mi az Alapjogokért Központ részéről már akkor, amikor elkezdték szervezni, illetve szövegezni a globális migrációs paktumot, felhívtuk a figyelmet arra, hogy megvan a veszélye annak, hogy ebből a soft law-ból, ebből a puha jogból a későbbiekben nagy valószínűséggel kötelező erejű jogszabályok lehetnek, amelyek egyébként arra vonatkoznak, hogy az illegális migrációt, ugye ahogy maga a dokumentum is kimondja, legalizálják és elősegítsék, és pozitív folyamatként tekintenek az ENSZ-ben erre. És hát ezt látjuk, tagadták, ugye? Hónapokon keresztül. Persze, azért is korholták többek között azokat az államokat, azt a 9 államot, aki végül nem írta alá és nem fogadta el a globális migrációs paktumot, mert egyrészt kimaradtak a tárgyalás sorozatból, pontosan ilyen okoktól vezérelve, másrészt meg felhívták a figyelmet arra, hogy ebből feltehetőleg valamikor ugye kötelező erejű szabályok lesznek, ahogy egyébként lett is, de nem kell messzire menni, mert a migráns vízumról szóló jogalkotási javaslatban már szerepelt az akkor még el nem fogadott ENSZ globális migrációs paktum, arra utalva, hogy ez tulajdonképpen erre úgy tekint az Európai Unió, vagy az Európai Uniónak a különböző intézményei, mint egyfajta sorvezető, amiből egyébként hosszabb távon majd úgy is kötelező erejű joganyag lesz, és ebből az ön által is említett dokumentumból kiderül, hogy valóban ez az Európai Bizottságnak a szándéka, hiszen a jogi szolgálat nem véletlenül jutott arra a következtetésre. Többször szerepel a kötelező erő, és többször arra hivatkozik, hogy az Európai Unió különböző szerződéseiből, a lisszaboni szerződésből arra lehet következtetni, hogy humanitárius, bármit is jelentsen ez, az Európai Unió humanitárius politikáját az ENSZ-el összeegyeztetve kell, hogy megvalósítsa, és az ENSZ-el közösen kell, hogy kialakítsa a humanitárius politikáját. Tehát különböző ilyen homályos szerződési pontokra hivatkozva próbálja a migrációpárti brüsszeli elit átültetni ezt a hivatalos EU-s joganyagba, és erre már korábban is tett kísérletet a bizottság, holott a bizottságnak az lenne a dolga, hogy jogalkotást kezdeményezzen egyfelől, a másfelől, meg az, hogy a szerződések őre legyen. És a szokások az az Brüsszelben, hogy az uniós állam és kormányfőknek a tanács, az Európai Tanács üléseken következtetéseket fogad el. És ezekhez a következtetésekhez általában a bizottság az utóbbi időben azért úgy helyek közel tartotta magát, és hogyha ezeken a következtetéseken, vagy ezeken a tanácsüléseken olyan irányú politikai döntések születtek meg, amelyek mondjuk a migrációval ellentétesek voltak, akkor nem volt szokás az, hogy a bizottság pedig migráció párti javaslatokat tesz meg. Ez önálló politikai szerep gyakorlatilag, amit a bizottság... Igen, de ez utóbbi időben megváltozott, hiszen a bizottság maga is a tanács, az Európai Unió, vagy az Európai Tanácstól függetlenül, tehát az állam és kormányfőknek a döntésétől függetlenül, sőt néha azzal ellentétesen kezdeményez jogalkotást, illetve próbálja ezzel a puha jogi mechanizmussal az Európai Uniós joganyagba átültetni azokat a migrációpárti javaslatokat, amit egyébként az ENSZ dokumentum is tartalmaz. Törcsi Péternek nagyon szépen köszönjük az elemzést. Köszönöm szépen.